A Hunnapok első rendezvényének a vár túriterme adott otthont, melyben egy érdekes a kozákok történetéről szóló előadást hallgathatott meg a várpalotai közönség. A rendezvényt a Krúdy Gyula Városi Könyvtár és a Várpalotai Ukrán Kisebbségi Önkormányzat szervezte közösen. Az eseményen Katona Csaba alpolgármester köszöntötte a vendégeket, melyben elismeréssel szólt a helyi ukrán közösség tevékenységeiről, melyekkel már hosszú évek óta színesítik városunk kulturális életét. Beszédében hangsúlyozta, ezek az alkalmak azok, melyek segítik a két nemzetet, hogy összefogjon és kezet nyújtson egymásnak. Ez olyan értéket teremt, ami mindkét nép számára fontos, tette hozzá. A kozákok történetéről, illetve a köztük és a magyarok között fennálló történelmi kapcsolatról Hartyányi Jaroszlava történész, az Ukrán Országos Önkormányzat, illetve az Ukránok Európai Kongresszusának elnöke tartott előadást. Nem csak népkültészetében, a népkült közmondásokban, hanem a legnagyobb ukrán köztük, Tarás Sevcsenko és a kozáksághoz nyújt. Tanár a kültészetének a 40%-a a dicsőség és múlt, úgy nevezte a kazakság története, és elemezte a hibáját, mit történt, hova tűnt ez a dicsőség Ukrajnában, mit történt, és az ő költészetéről, aki olvasta a Sevcsenko versét, az nagyon tudja, és megérti, hogy miről beszélek. A mai napon vette kezdetét a Hunnapok rendezvénysorozatait Várpalotán, és hát stílusos módon egy igen érdekes előadást hallhattak a várpalotaiak a kozákság történetéről Hartyányi Jaroszlava előadásában. Milyen fontos kapcsolódási pontok vannak a két nép között? Hogyan indult ez a kapcsolat? Hát a két nép között, ami ott a magyarok megjelennek a Kárpát-medencébe, ugye előtte is kijevi fejedelemségen át keresztül kellett vonulni, már akkor is átgengettük szépen a magyarokat erre a területre, és majd utána a Árpád-házi királyok idején, hát hogy mondjam, 17 dinasztikus házasságot számláljunk az ukrán fejedelemség és a magyar királyok között, tehát elég intenzív kapcsolatok voltak, pláne a tatárjárás után, amikor a IV. Béla megértette, hogy a Hajlicssel kell tartani a kapcsolatot a Kijevvel. De ezek a kapcsolatok mindig volt kicsit intenzívebbek voltak, kicsit olyan nyugosabb voltak, de én máig napig folyamatos, mint a szomszédok között szokás lenni. Én az előadásomban a kozákság története áttekintése keretében megpróbáltam olyan pontokat éríteni, ahol a két népnek a történelme egybefonodott valamilyen okfolytán, és ez pedig a Báthory Győr, Báthory István, mint király, aki hozzásegített, hogy az ukrán történelme olyan, hogy mondjam, a kozákság kialakulása és annak a története, az majdnem lehet mondani, máig hát, hivatkoznak az ukránok a Báthory Istvánra, aki privilégiumot adományozott az ukránok számára a Zsecsposzpolita keretébe. Tehát ő felfogta annak a királyságnak, amelynek az élén volt, az értékét, hogy a kozákságot kell felhasználni, de ha felhasználom a saját érdekemben, akkor szabaddá teszem. Majd erre hivatkozva, amikor a nagy felkelés indul a lengyelek ellen a Bohdán Khmelnyicki vezetésével, és amikor Bohdán Khmelnyicki 1655-ben kiadja rendeletet, hogy mit követel a kozákság, pontosan szó szerint majdnem bemásolja Báthory István oklevelét, amelyik az alapokat rakta az ukrán kozákságnak. És végül is átmentem azokba a diplomáciai kapcsolatokba, amelyik a felkelés kezdetén, majd a felkelés után, amikor kezdetén még Khmelnyicki vonakodott a Rákóczi György felvenni a kapcsolatot, akart felvenni, de mégis, de amikor már megkötötték az oroszok a Perjászlevi egyezmény 1654-ben, és rájött, hogy már két év múlva abból egy része nem maradt az egyezményből, akkor rájött, hogy egy rossz szövetséget választott az oroszok személyébe, és inkább visszafordult mégis az erdélyi fejedelem felé, a második Rákóczi György,
Hoz, és ez egy annyira gyümölcsöző kapcsolat volt, hogy 1656-ban aláírják a megállapodást, együttműködés megírnak, segítenek egymást, sőt, a megállapodás után, miután a svédek is megállapodnak Erdéllyel, elindul egy lengyel ellenes unió, amely ukránok, erdélyek, és a svédekből áll, sőt Brandenburg is csatlakozott hozzájuk, és nem tudom, mi hiányzott, hogy a közép-kelet-európai térképet teljesen átrajzolódott, mert ha a, mondjuk történelem nem ismeri ha, de ha mondjuk játszunk ezekkel, ha ez a két egyesült hadsereg, amelyen Varsót is bevette, tehát nyugodtan választotta volna második Rákóczi György lengyel királya, akkor a közép-kelet-európa most teljesen másképpen nézett ki volna, mint most. De úgy látszik, az Isten így akarta, tehát nem tudtak a sikereket kiaknázni ennek a hadjáratnak, ami közös hadjárata a lengyelek ellen, és a Khmelnyiszkijben bel is betegedett, meg is halt, és Ukrajna történnek a kialakulása ettől kezdve a két államtól függött, vagy a lengyel királyságtól, vagy az oroszoktól. És annak ellenére, hogy mi a lengyelek ellen szemben álltuk, és annak okai volt, ami elmagyaráztam, hogy mi, hogy az ortodox hitet, az szabályszerűen semmibe vették. A másik, hogy a szabad kazák elemet jobbágyja akartak tenni. És ennek ellenére, hogy szemben álltuk, most a két nép, a lengyel és ukrán a legjobb barát itt az Európában, felfogtak, tanultak a régi módból, és én ezt mondtam, hogy az összefogásnak mindig az kell, hogy legyen, hogy eredménye legyen. Tehát összefogni és mondani, hogy összefogtuk, ez még semmit nem jelent, hanem ha összefogtunk, annak eredménye legyen. Mert történelem ilyen, ha nem jön egy összefogás, az általában a történelem, ez egy, hogy mondja, az élet tanít a mestere, az nagy leckét ad az embernek, amennyiben hibákat vét. És én úgy érzem, hogy a mostani Európa Unióban, amely ugye egyre szélesedik kelet felé, és úgy érzem, hogy Ukrajnának ott a helyet, talán új elemet hozzunk az Európa Unió szellemében, mert hiszek egy olyan Európa Unióban, hiszek, de nem a mi nemzetek felett áll, amit pont a nemzeteket úgy egybeforja, összefogja, hogy a mi, a nemzeti öntudatunk, a nemzeti azonosságot megőrizve nagyon tiszteljük egymást. A tisztelet alapult a kazásság vezetőségén. Minden azt választottak, csak is semmit nem szabályoztak. Nagyon, nagyon nagy szó a tisztelet. Tehát szoktak mondani, a középkorban ellenséget is tiszteltek. Tehát ha tiszteleten alapul a Európa Unió, a nemzet iránti tisztelet, akkor ennek jövője van. Ha nem, akkor itt más szelek fognak fújdogálni Európa felé. Hát ugye a két nép, ukrán és magyar nép között is kölcsönös tisztelet van, hiszen a sorsuk hasonló, mindkét nép megszenvedett elég sokat a történelme során, mindig mások uralkodtak nagyon sokáig felettük, és hát gondolom az összetartás és az egymás erősítése, ez mi esetünkben az ukrán és a magyar nép esetében is érvényes. Így van, mind a két nép harcolt a saját nemzeti szabadságukért. A magyaroknak egy szerencséje volt, hogy legalább 1920-tól, ha meg nagyon megrövidített, de mégis önálló állammal rendelkezett, ugye, mert 1526 után Magyarországnak úgy igazából nem volt a Erdély fejdelemség természetesen, de úgy egységes Magyarország de jure de facto létezett, de jure nem. Mert a magyarok tartottak egymással kapcsolatot az elszakított részeken is. Ukránoknak nem volt ekkora szerencsé, tehát a saját államiságot mi régóta elvesztettük, és csak 1991-ben nyertünk vissza, és én úgy remélem, hogy az a két nép, aki tényleg megszenvedett, hogy
megborodja, mint a magyarság itt a szláv tengerében. Ukránok pedig, mint az ukránok, talán jobban, kicsi jobban megírtek egymást, mint a mondjuk a svéd az ukránnal, vagy a svéd a magyarról. Mert nem csak szomszédok vagyok, hanem hasonló a történelmük, és nagyon-nagyon sok közös van a módokban, ha nem megyük messzere, hát a szovjet rendszer, ami úgy padlóra tette mind a kettőt, az magyarokat is mindket, és annak a levét most iszünk. A szovjet rendszernek az a kotyvalékat, ami először a volt szovjet köztársaság, aztán a második világháború után csatolt, idézőjelben csatolt, hát mondják szövetségesek. Hát ezek szövetségesek nem voltak önállóak. És mi lett ebből? 91-ben úgy szétesett, mint a pénzt az egész. Úgyhogy én remélem, hogy egy közös Európában nekünk helyük van, mind a két nemzetnek, saját nemzeti öntudatával, de egybe, hogy mondjam, nagyon fogékonyan kell lenni a másnak. Én a magyarokat ezért tisztelek, mert magyarokban mindig van fogékonyság, hogy na, mit tudok a másról? Ezt nagyon sokszor elmondom, ha megyek Európa szerte az ukrán közösségbe, és példaként mondok, hogy egy olyan nemzetkörében élek, ami fogékony, hogy az ukrán történelem, az lengyel történelem, a cseh történelem, úgy érdekel. Nem minden nemzetről lehet elmondani.